könyv első részéből fogunk olvasni igehirdetésünk alapjául, a 4-től 8-ig előző szakaszt fogjuk felolvasni. Tehát a jelenések könyve első részének 4-től 8-ig előző szakaszát fogjuk felolvasni igehirdetésünk alapjául. Az igeolvasás után arra kérem a testvéreket, hogy még kicsit legyen türelemmel és maradjunk állva, és imádkozzunk az igének hallgatásáért, illetve hirdetéséért. Ebben az imában megkérjük, hogy Fazakas Zsolt testvérünk vezessen bennünket. János az Ázsiában levő hét gyülekezetnek. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, és a hét lélektől, aki trónus előtt vannak, és Jézus Krisztustól, a hű tanútól, aki elsőszült a halottak közül, és a föld királyának fejedelme, aki szeret minket, és vér által megszabadított bűneinktől, aki országa népévé tett minket, papokká az Isten az ő atya előtt, övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké, ámen. Íme eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége, úgy van, ámen. Én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki van, és aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Amen. Szeretettel köszöntök én is mindenkit, örülök, hogy lehetek, már így jutottam be, hogy éppen hallgatni látom a Vágyi gyülekezetnek a köszöntését, személyesen köszöntjük önöket Simon József és Zsolt Zsolt pásztorok, és örülünk tényleg annak, hogy itt lehetünk. Igyekszem nagy lépetben haladni a jelzetemben keresztül, mert kicsit az el az idő. Számomra felmerült a zenekarnak a szolgáltatása az én nagyváradja, mert nem mindig az az impulzus kell, hogy a fantáziának beindítja, és jó, hogy hallgatjuk a zenéket, mint leszhatom erre a következő percekben mindjárt, hogy képzeljük el azt, hogy Krisztus elé kerüljük, hogy vissza fog jönni ezeknek a dallamoknak, ritmusoknak a végi csendése számára mindig ez. Amit említette Miklós testvérünk is, a neve Pegyás Sándor órán, amikor engem úgy tanítottatok, először szolgálat alól, akkor így bemutatkozni, úgyhogy a következő néhány momentumban át szeretném beszélni, mutatkozni. 32 éves vagyok, egy feleségű férfi és két gyerekem van, kislány és egy kisfiam. Hát nevelkedni egy faluban nevelkedtem Bialmogyban, Szentjúban, aztán pedig elkerültem Székelyébe a 4 éves koromban a szüleim elvállása után. Egész érdekes frusztrációkat nőttem fel, hogy abban én különlök fel, és mi a kilátástalansággal is, meg úgy éreztem, hogy egy túl nagy gyerek vagyok. Itt végeztem a liceumot is, aztán elkerült a Nagyvárad Egyetemre, és ott az erdészeti karon végeztem 2003-ban. 98-ban kerültem be a Nagyvárad gyülekezetbe, és ott 2000-ben megkezdhettem be. Tulajdonképpen a megtérésemnek az egyik fontos momentuma, illetve mondhatom azt, hogy megtérésemben a pontot az ide az rakta, hogy elgondolkoztam azon, hogy Jézus Krisztus tényleg vissza fog jönni. És ha ez igaz, akkor én nagy bajban vagyok. Ha Jézus Krisztus tényleg létezik, és tényleg ő az Isten fia, ő az Isten, és vissza fog jönni, és megtalálják előtte, akkor nagyon nagy bajban vagyok. És tulajdonképpen ez vezetett engem arra, hogy adjam át az életemet Istennek, és próbáljak Isten félelemre élni. Ugyanis rájöttem arra, hogy Isten nem csak az életem elején állott, mint teremtő, aki létrehívott engem lóvét, hanem ott áll életem végén, mint ítél. És az a baj, mennyi testvérek, hogy sokszor csak a teremtő Istenben hiszünk, holott van ítélő Isten is, és az advent ezt hirdeti. A karácsony ezt fogja hirdetni, hogy vissza fog jönni, és ítélni fog jönni, mint ahogy olvastuk a kiemelt szakaszban is. Aztán az egyetem után még ott maradtam, megnősültem, mint ahogy említettem, és nemrégiben beiratkoztam a teológiára is, és sikerült ahol elvégezni a belőző szakot. Ezzel nem büszkékedem, hanem csak azért mondom, hogy kezdő vagyok, hogy nézzek el a testvérek az esetleges hibáimat, hogyha hadarok, vagy valamit esetleg nem jól mondok, ez abból fakad, hogy egyszerűen mi kezdő vagyok, meg van mindig tanulnom. Ha egyszerűen akarok fogalmazni az élettel kapcsolatosan, akkor mondhatjuk azt, hogy az élet nem más, mint várakozás. Várakozásoknak a sorozata is az egymás utániság. Ugyanis nézhettem a gyerekeimmel, hogy ahogy 2 évesek voltak, és már tudtam egy kicsit realizálni valamit ebből a világban, várták azt, hogy 3 éves korban elmessenek óvodába. Aztán, amikor én óvodás voltam, annyi vártam beiratkozott az iskolába. Aztán azt, hogy 8-os legyek, és bekerüljek a liceumba. Aztán azt, hogy leérettségizek. Aztán azt, hogy bejussak egy egyetemre, és elvégeztem ezt az egyetemet. Aztán azt, hogy megházasodjak. Aztán azt, hogy gyerekeim legyenek. És így tovább mindig várok valamit, vagy valakit az életemben, és ezzel nem vagyok így egyedül, mindenki így van itt, aki gondolkodik. Ezeknek a várakozásoknak a koronája mindannyiunk számára a Krisztus várás kell lenni.
függetlenül kortól és nemtől. A Krisztus várás kell legyen a várakozásainknak a koronája. Tulajdonképpen a minden napjainkat át kellene hassa ez az ismeret, ez a tudat, hogy mi várjuk vissza Jézus Krisztust. Advent van, de nem csak azért testvérek, mert itt ég egy gyert, és advent első vasárnap kell ünnepeljük, hanem advent van, mert Krisztust várjuk vissza. Ettől van igazán advent számunkra. És hadd kérdezni rögtön az elején, várjuk előtt. Várjuk az Isten fiát vissza. Ha most mondjuk Mikinek lehetősége lenne arra, hogy a családjával volna felutazni az Alpokba síelni, és mondjuk én ma este bármit hozzá, akkor azt mondom, hogy mégszer, hogy sűrűnek, forognak, és a bőrönbe csomagolnak befele. Vagyis azt látnám, hogy csomagolnak, valahol készülnek. Lelki értelemben is testvérek, ha valaki ránk néz, kell lássa rajtunk azt, látszódnia kell rajtunk annak, hogy mi csomagolunk, készülünk a mennybe. Látszik-e rajta, hogy csomagolsz? Látszik-e rajtunk, hogy csomagolunk testvére? Vagy mindenki számára úgy tűnik, hogy kényelmesen el vagyunk itt az életben, és eszünk ágába sincs készülő. Ez a fájdalmas a hívő életünkben, hogy sokszor úgy tűnik, hogy nem csomagolunk. Csomagoljuk testvére, csomagoljuk, mert Krisztus visszajövetele közel van. Óriási támpont ez az életben, hogy tudhatjuk azt, hogy van jövő Krisztussal. Ez egy óriási igaz, bármilyen nehézséget, fájdalom, hogy kilátástalanság legyen az életben, ez a várás egy vigasz nekünk, hogy Krisztus vissza fog jönni, és az élet nem kilátástalan, mert folytatni fogjuk vele. És ott kezdődik bizonyára csak az élet, ez csak létezés. Tulajdonképpen mondhatnám azt is így összögésképpen, hogy minden nyomorult kérdésünkre Jézus Krisztus visszajövetel a válasz. Jézus, amikor itt állt a Földön, akkor tulajdonképpen azt tette, hogy megszabadított bennünket a bűn hatalmától, az ő áldozata és feltámadása által. A váltsága által megszabadított bennünket a bűn átkától. És amikor újra eljön, akkor meg fog szabadítani bennünket a bűn jelenlététől. Megszabadított a bűn hatalmától, átkától, és meg fog szabadítani bennünket a bűn jelenlététől. A földi létmód után következő testvérek a mennyei, amennyiben újjászülettünk, amennyiben valóban elfogadtuk Krisztust. Vajon tényleg eltölt örömmel bennünket az, hogy a mennyben majd osztályrészünk, vagy csak az lelkesít, amit egy kézzel megfoghatunk? Csak a világi osztályrész az, ami belelkesít bennünket, ami örömmel eltölt. Ez attól függ, hogy mire vagyunk hangolódva, a földre vagy a mennyre. Ez egyszerűen le lehet menni. A földre vagy a mennyre vagyunk hangolódva. A várakozás például nagyon sokan azt hiszik, hogy egy unalmas dolog is bele lehet tudni. Én állítom azt, hogy nem lehet belevonni, amennyiben lelkesít bennünket a várakozásnak a lénye, illetve foglalkoztat bennünket az, amire várunk. Ha lelkesít a várakozásnak a tény és foglalkoztat az a dolog, amire várunk, akkor a várakozás nem unalmas. Egyszerűen nem tudok elaludni a várakozásban. És lelki értelemben is, ha Krisztus várásom valóban komoly, erre nem unok rá, ebben nem tudok belealudni. Két egyszerű példával hadd érjek ki a mindennapi életből. Az egyik a gyerekvárás. Látom, Rudi és kedves Peti gyereket vártak Isten áldjon benneteket, én ezt eddig nem tudtam. Petit ismerem a nagyvárosból, hogy itt meg itt tini táborból. Senki nem merje azt állítani a gyülekezetből, hogy Rudi meglepődik majd, nem tudom hány hónap múlva, négy hónap múlva veszem azt, hogy három hónap, jé, gyerekem született. Minden nap ez a tudat foglalkoztatja, és állandóan ezen jár az eszem, hogy hogy van az ő felesége és a hasa, és benne a kisbaba, stb. Betty még jobban átérzi ennek a terhét, meg ennek a fontosságát. Állandóan ezen jár az eszem. Tehát a várakozásnak a fénye belelkesíti, illetve egyáltalán nem altatja el, hanem várakozik arra, hogy megszülessen a gyerek. Vagy a termésről, ha mondok egy egyszerű példát, úgy tudom, hogy sokan foglalkoznak itt világtermesztéssel. Miután elvetik a valókat. Nem hagyják magukra az áriás, hogy na, majd két hónap múlva lesz valami, és hátra tudunk belül árulni, hanem jó gazda napunk a kínségű figyelemmel, na vajon mi lesz ebben a mentésben? Ki kell az, amit várok, vagy amire számítok? Figyelemmel kísér a növekedést, mert várja a termést. Még egyszer megismétlem a gondolatot. Ha lelkesít a várakozásnak a ténye, ha foglalkoztasz az, amire várok, akkor nem unok bele a várásba. Nem unok bele a Krisztus várásba. A negyedik versben arról beszél János, hogy János az Ázsiában lévő hét gyülekezetnek kegyelem néktek és békesség attól, aki van, és aki volt, és aki eljövendő. Kegyelem és békesség Istentől, aki van, aki volt, és aki jön. Isten nem csak a múltnak, a jelennek, hanem a jövendőnek is az van.
ettől az Istentől kíván kegyelmet neki a Biblia szerzője János apostol. Ezt teszi tulajdonképpen a Biblia is, hogy kegyelmet kíván Istentől. Békességet a világ mindenség urával, és testvérek, ez egy óriási dolog. Békességben lenni a világ mindenség urával, a Teremtő Istennel. Ugyanakkor nagyon szomorú, hogyha valaki békéletlenségben él a világ mindenség urával. És itt ki szeretném azt hangsúlyozni, testvérek, hogy ez attól azon múlik, hogy vajon kibékültünk-e vele. De bátran merem azt vallani, hogy nincs az a mélység, ahonnan Isten ne tudna kiemelni. Csak jelezzük neki azt, hogy ki akarok menekülni. Abból a mocsokból, abból a sárból, amire vagyok. Sokszor szoktam azt mondani, hogy kétféle ember létezik. Mindenki sáros, mindenki bűnkövetel. Ilyen szempontból nincs közöttük különbség. Csak az egyik ember, amikor besározódik, az még élvez és fetreg benne, mint a disznó kocsolyában. A másik, amikor észrevesz, hogy sáros, rögtön jelentkezik, hogy atyám, tisztíts meg engem, fia hálózata által. Hát legyünk ilyen emberek, akik jelentkezünk, és azt mondjuk, Uram, te, aki a múltnak, a jelennek és jövőnek is ura vagy, ragadj ki ebből a lehetetlen helyzetből engem. Aztán az 5.-6. versetben folytatja az üdvözletet a Szentlélek Istentől, és végül a 3. helyen említi Jézus Krisztus, aki az utalmunk, ez volt a múlt, bűen képviselte Istent itt a Földön, a halottak elsőszülötte, legyőzte a bűnt, a halált, a sátán, az atya jobbjára, ez a jelen tulajdonképpen, és a Föld királyának fejedelme. Ez a méltóság a jövőben lesz majd látható az Úr Jézus Krisztusban, illetve ez a Krisztus majd a jövőben lesz látható, amikor vissza fog jönni. És itt egy közlevetés van, mintha János letenni a korlát, felolvasom. Azt mondja, és Jézus Krisztustól is kegyelem, a hűtanútól, aki első szülött a halottak közül, és a Föld királyának fejedelme. És itt a megállna, aki szeret minket. Vér által megszabadított, aki népe országává tett minket, aki eljön a felhőkön, övé a dicsőség, így megáll és meghoz. János, és azt mondja, aki szeret minket, aki megszabadított, aki országa népévé tett minket, aki eljön a felhőkön, övé a dicsőség. Őt várjuk vissza. Valóban őt várjuk vissza, testvérek. Luther azt mondta egyszer, hogy Uram Jézus, te olyanná lettél, amilyen nem voltál, hogy én olyanná legyek, amilyen nem voltam. Az Úr Jézus olyanná lett, amilyen nem volt, hogy mi olyanokká lehessünk, amilyenek nem voltunk. Van itt egy csodálatos iga a Filippi levél 3. részének 21. versében, ahol Pál apostol Jézus visszajöveteléről beszél, és mond egy nagyon érdekes dolgot, hogy mikor vissza fog jönni, mit fog velünk csinálni. Azt mondja a 20. vers, nekünk pedig a mennyben van polgárunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztus is várjuk, üdvözítő, na most figyeljünk testvérek, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amelyel maga alá vethet mindeneket. A dicsőséges testévé hasonlóvá változtatja a mi halandó testünket. Dicsőséges testünk lesz az ő testének a prototípusára. Elképesztő az Isten szeretete. Nem csak annyit csinál, hogy visszajön és neszenek te, és megítél bennünket, hanem azt mondja, ha benne bízunk, ha belekapaszkodunk, a romlandó testünket dicsőségbe öltözteti. Ezt a Krisztus várjuk vissza, aki dicsőséget akar nekünk adni. Hát hogy ne lelkesítel ez bennünket? Nem megalázni akar bennünket, nem a pokol fenekére küldeni, hanem felemelni a dicsőségben magához, uralkodókká akar tenni. Erre beszél a Biblia több helyen. Várjuk Krisztust vissza, mert oda van értünk, drága testvére. Legyünk mi is oda érte, és lelkesedjünk irányta. Szóval a 7. versben azt említi az ige, hogy ítélni jön az Úr. Ítélni jön az Úr. A vakvilág nem gondol arra, mi vár rá, és milyen ítélet felé hal. Nem számol egyszer. Jézus Krisztus most még kérje az embereket, hogy béküljenek meg Istennel. De majd eljön hatalommal, azt mondja a Biblia, tűz lángjában és bosszút áll. És bosszút áll. Drámai testvérek. Jézus Krisztus a sértett fél kérte bennünket, hogy béküljenek meg. Mire vár? Mire vár? Hogy visszajön és késő legyen? A sértett fél, Jézus Krisztus kérne bennünket, béküljünk meg vele. Most még erre van lehetőség. Most még erre van lehetőség. Hadd tegyük minden nap ezt, hogy béküljünk meg vele, ami mennyei Urunkkal, Jézus Krisztussal. Megjelenése nyilvánvaló lesz mindenki előtt, és mindenki előtt nyilvánvalóvá lesz az
hogy Jézus Krisztus megjelent. Nem kell, hogy egymást sívogassuk, hogy így van Jézus, hanem mindenki fogja ezt tudni. És azt mondja János a végén, hogy igen, atyám, igen, ámen. János hőhajának ad kifejezést, hogy bár eljönne már Krisztus az ég fejében, hogy dicsőséges uralmát megkezdje. Bár jönne már Krisztus. Bennünk van ez az óha, vagy még akarunk itt valamit suhákolni, rendezkedni. Vagy tényleg azon bennünk, hogy ura, jön vissza. Fiatalok általában azt szokták mondani, hogy na, először a tűnőségek. És aztán jött az Jézus. Lehet, hogy át kéne változtatni ezt a politikát, és azt mondani, hogy Úr Jézus, te gyere! Ez a legfontosabb számunkra. Mi az, ami lelkesít bennünket? Mi az, ami lelkesített bennünket, testvérek, erre, hogy mi ilyen lelkesedéssel mondjuk azt, hogy igen, ámen, jöjj Uram. Hát négy gyakorlati dolgot mondjuk, az egyik. Életem meghatározó része az kéne legyen, hogy Isten és az ő akarat és a terv az én életemben része. Ha ez életem meghatározó része, akkor lelkesedve várom őt, és alig várom őt. A másik dolog, ami motivált el, hogy szabadulni akarok a nyomorúságtól, a betegségtől, a fájdalomtól, a gyászterhétől, a bűntől. Várom Krisztus vissza. Azt mondja a Biblia, amikor visszajön, vagy oda kerülünk hozzá, eltöröm minden könnyet és fájdalmat a szemünkből, illetve az életünkből. Várhatjuk ilyen motivációt is vissza, hogy szabadulni akarunk a nyomorúságtól. Egy következő dolog. Isten igazságának, az érvényre jutásának az óhaja, ami bennünk kéne legyen. És egy negyedik dolog az iránta való szeretet, a vele levő kapcsolat. A vele levő kapcsolat. A 7.-8. versben beszél erről az ige, amit említettem, hogy Isten, Jézus Krisztus vissza fogja ítélni. Erről beszél egyébként a Máté evangéliumban és a Lukács evangéliumban is. Mátéban így szól az ige, és akkor feltűnik az ember fiának jel az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhői nagy hatalommal és dicsőséggel. Kolossi 3.4 azt mondja, mikor Krisztus, ami életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. 1. Tesszalonika 4.17 pedig arról beszél, hogy az elragadtatás megelőzi az Úr Jézus dicsőséges eljövetelét, amikor magához vesz egy szent imádás alatt az ő szentjét, azokat, akik félik őt. Készen kell lenni, drága testvérek, mert ennek nincsenek megelőző jelei. Amikor Krisztus magához ragadozó népét, ennek nincsenek megelőző jelei. Legyünk készek erre. Készülődjünk valóban. Egy egyszerű példát hadd említsek itt még, és aztán zárólagokra következnek. Amikor készülöttem a házasságra 2006-ban, vagy mondhatnám azt, hogy ha már is 2003-tól arrafelé, mert már akkor ismertem a barátnőmet, hiszen már a feleségemet is nyilván, vagy már mondhatom, hogy 1986-tól kezdve megszülettem, fiúban hamar beindul ez a vágy, akkor azt vettem észre magamban, hogy állandóan ezzel foglalkoztam. Ez járt a fejemben. Alig vártam a találkozást az én mennyasszonyommal végre. Ott legyen 2006. szeptember 23. Állandóan ez járt a fejemben. Drága testvérek, készülünk a mennyei mennyegzőre. Foglalkoztat-e bennünket ez a dolog? Lelkesít-e legalább annyira, mint a valamikori mennyegzőnek a dátuma? Lelkesít-e azt, hogy a mennyei vőlegényünket várjuk vissza? Hát lelkesedjünk irányba. Mi is készülünk a várja mennyegzőjét, testvérek. Azt mondja az 1 János 2.17, aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Lelkesedjünk utána, testvérek, mert Jézus Krisztus lelkesedik utánunk, ezt tükrözi tulajdonképpen az ő életvitele, ezt tükrözi a jelen, és ezt tükrözi vajon mi életünk is, hogy mi lelkesedünk irányba. Nem az a kérdés, drága testvérek, hogy mi mindent tudunk Istenről, hanem az, hogy lelkesedünk-e egyre jobban iránta, hogy telnek a napjaink, illetve percünk. Hadd kérdezzek valamit egy költői módon itt az árulkodóknál, ennek az évnek az impulzusa, vajon mit generált leginkább bennünk? Mit generált leginkább bennünk ennek az évnek a lüktetése, az impulzusa, a hajtóerő? Mi az, ami iránta leginkább lelkesedünk? A közhelye, a pénz, a ház, a autó, nő, férfi? Vagy hírvé, szerelem, vagy tényleg Jézus Krisztus várása, ami egyre intenzívebb és egyre jobban dolgok bennünk. Mi az, ami generált bennünk ennek az évnek az impulzusa? Jézus Krisztus számunkra nem lehet össze, drága testvérek. Nem csak találkozni fogunk vele, hanem örökké vele lehetünk. Örökké Istennel lehetünk. Azt mondja az egyik ének, hogy ma csak álmodom arról. Gyönyörű lehet. Ha ott állok, végre, előtted. Ma csak álmodom arról, hogy lesz majd egy nap,
mikor színről színre látlak. Mit érzek majd akkor, mikor dicsőséget vár, talán csendben csodálok, vagy a lábam táncotját, vajon térdemre hullok, vagy állva nézek rád, halleluját kiáltok, vagy elnémul a szám, vagy mi lesz benne, mi lesz akkor, vagy egy másik ének azt mondja, meglátjuk majd egyszer őt. Elváltozunk ábrázatára, akiben megvan ez a reménység, önmagát mind megtisztítja. Nem dobogatunk el, drága testvérek. Nem engedhetjük meg magunknak ezt a luxust. Sőt, másokat is ébresztenünk kell. Mondhatjuk azt, hogy hát elkopít bennünket az életnek a nehézsége, meg az életnek a kihívásai, meg mindaz a próba, meg gond, meg nehézség, amivel szembesülünk. Hadd olvassam itt a Heidelbergi Gátinak egy óriási válaszát erre az életre. Azt kérdez az első kérdés, mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? És így szól a válasz, gyönyörű a válasz. És adná Isten, legyen mindenünk himnusz ez a válasz. Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, a Jézus Krisztusnak tulajdonak maradok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettet, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem biztosít az örök élet felől, és szív szerint készített arra, hogy ezután őnék éljen. Drága testvérek, békesség a világ mindenség fejedelmével óriási dolog. Aki szeret minket, aki vére által megszabadított, aki országa népévé tett minket, aki eljön a felhőkre, neki a visszajövetelét várjuk egyre lelkesebben. Jézus Krisztus most még kér az embereket, békülj meg az Istennel, éljünk ezzel a lehetőséggel. Testvérek, készülünk a mennyegzőre, a bármi mennyegzőre. Ez nem érhet bennünket unalmas várakozásra. Végül csomagolsz? Csomagolsz? Lelkesedjünk utána, mert ő lelkesedik utána. És hadd idézek még egy éneket. Így szól. Én úgy várok egy napot, mikor koronát kapok. Vőlegényen Jézus Krisztus érkezik. Dicső fényben tündök. Ó, mi szép lesz az a nap! Nem lesz így az ég alatt. Jöjj napon, a szívem vár nagyon. Mondd, de várod-e napot, mikor őt meglátod. Ragyog rád a Kánaán, állhatsz Jézus oldalán, átkarolj a gyermekét, megtörni majd két szemét, jöjj napom, a szívem, vár nagyon. Amen.